Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat és meghívottakat. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, az öt bizottsági tagból jelen van 4 fő. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a meghívottaknak hozzászólási jogot biztosítanak-e. Kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a meghívottaknak hozzászólási jogot biztosítottak. Javaslom a meghívóban küldött napirendi pontok elfogadását. Megkérdezem, hogy van más javaslat, aki küldött napirendre vonatkozóan, amennyiben nincs, kész felnyújtással szavazzanak, aki küldött napirendi pont elfogadására. Megállapítom, hogy 4 szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, elfogadásra kerültek a napirendi pontok. Javaslom jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tibornit. Aki egyetért Szerző Tiborni személyével, kérem készfelnyújtással szavazzon. Ellenvetés, tartózkodás. Megállapítom, hogy 3 szavazattal, 1 tartózkodás ellenében a bizottság Szerző Tibornit megválasztotta a jegyzőkönyv aláírónak. Az első napi rendi pont tárgyalását kezdeményezem. Első napi rendi pont. Előterjesztés Jászlózsa községi önkormányzat 2020 évi belső ellenőrzési tervének elfogadására. Előadó Juhász Anett jegyző. Megkérdezem a napi rendi pont előadóját, hogy az előterjesztés szóban ki kívánja egészíteni. Köszönöm. Az esetben megkérem a bizottság tagjait, mondják el kérdéseiket, véleményeiket a napi renddel kapcsolatban. Van-e kérdés, vélemény valaki részéről? Úgy látom, nincs. Mivel a napirenddel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom, hogy a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés elfogadását határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napirendi pont. A második napirendi pont tárgyalását kezdeményezem. Második napirendi pont. Előterjesztés a Tartományi 2002 vendéglátó és szolgáltató Kft.-vel kötött ellátási szerződés módosítására. Előadó Baranyi Sándor polgármester. Megkérdezem a napirendi pont előadóját, hogy az előterjesztést szóban ki kívánja egészíteni. Köszönöm szépen, nem. Köszönöm. Megkérem a bizottság tagjait, mondják el esetleges kérdéseiket, tegyék fel véleményeiket, javaslataikat. Mondják el, ha van ilyen. Úgy látom, nincsen. Mivel a napirenddel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom, hogy a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, az készfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napirendi pont. A harmadik napirendi pont tárgyalását kezdeményezem. A harmadik napirendi pont. Előterjesztés a képviselőtestület és bizottsági tagok részére traktorvásárlásról. Előadó Baranyi Sándor polgármester. Megkérdezem a napirendi pont előadóját, hogy az előterjesztés szóban ki kívánja egészíteni. Egyelőre nem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérem a bizottsági tagokat, hogy esetleges kérdéseiket, észrevételeket tegyék fel, hozzászólásokat. Van ilyen, úgy látom, nincsen. Mivel a napirenddel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom, hogy a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés előfogadást határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napirendi pont. Javaslom a 4. napirendi pont elfogadását. Ez pedig előterjesztés a települési támogatás keretén belül karácsonyi támogatás összegének meghatározásáról és utalvány kibocsátásáról. Előadó Baranyi Sándor polgármester. Megkérdezem a napirendi pont előadóját, hogy az előterjesztés szóban ki kívánja egészíteni. Köszönöm szépen, igen, 2 mondatot szeretnék hozzászólni, mielőtt szavazásra lesz bocsájtva. Tisztelt pénzügyi bizottság, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt jelenlévők, tudjuk nagyon jól, illetve
a régi képviselőtestületek, akik az előző képviselőben is benne volt, a képviselőtestületben is, hogy amikor februárban tárgyaltuk ugye a költségvetésünket, akkor 4000 forintos összegre le kellett szorítkozni. Viszont én azt gondolom, és beszéltük itt a hivatalban is, hogy ne visszafele fejlődjünk. Ezelőtt lévő években 6000 forintos és ajándékutalvány formájában ajándékoztak meg a 62 év felettieket. Én azt gondolom, hogy ezt ebben a formában tartsuk meg, ne fejlődjünk visszafele. Én személyesen minden három üzletet megkerestem itt Jász Dózsán, beszéltem a vezetőkkel, és részt kívánok venni ebben, úgyhogy minden három helyi üzlet részt fog ebben venni, úgyhogy részemről ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. Köszönöm szépen! Megkérem a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. Véleményem, hogy ennyi is nem kérdés. Akkor véleményeket is hallgatjuk. Tisztelt ügyekkel, tisztelt jelenlévők. Ezzel az étkezési utalványjal kapcsolatban a lakosság részéről olyan készrevétel volt, vagy visszajelzés, hát most még nem ugye, az elmúlt évre vonatkozóan, hogy kicsit keveselték azt az időt, tehát napra, évre, ami alatt el kellett úgymond költeni ezt a vásárlási utalványt. Most le van írva egyébként, de most nem nézhet el, hogy is tartozik készen, mennyi idő alatt kell. Polgármester úr? December 18, ha jól emlékszem, ugye? December 18, ha emlékszem, tavaly 16-a volt. Most kettő napban tovább csúszott, de ugye az átfutási idő, arra, hogy a pénzügyes kolléga után át tudja vezetni, ez miatt ilyen rövid határidő. Ezzel én is magyaráztam, próbáltam magyarázni, mert egy gazdasági év van, úgymond. Hát ezzel, ezt ugye egyszerű lakos nem biztos, hogy megérti. Hát így kell elfogadni, ahogy van szerintem. És még akkor ehhez annyit szeretnék kiegészíteni, bár az előbb is elmondottam volna, hogy ha esetleg bárki megkérdezi, ugye fel volt vetve olyan, hogy miért nem lehet rajta esetleg mást is, akár mondjuk üdítőt vagy WC-papír, ugye a rendelet úgy határoz, illetve a határozat is kimondja, hogy ugye tartós élelmiszer egyébként másképp, most bocsánat, hogy egy ilyet kibocsájtunk, akkor ne egy valaki akár sört, vagy luxus cikket, vagy rajta akár cigarettát, vagy bármi más, az azért elég furcsa lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy esetleg megkérdezik, akkor ezt is nyugodtan el lehet mondani, hogy ezért van így, mert így szól a rendeletünk és a határozatunk. Köszönöm szépen. Már is jön vissza. Köszönöm szépen. Akkor maradunk az. Mivel a napi rendel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom a pénzügyi bizottság fogadja a előterjesztés elfogadását határozati javaslatnak megfelelően. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napi rendi pont. Javaslom az 5. napi rendi pont megtárgyalását. Előterjesztés körzeti megbízott irodára vonatkozó új megállapodásról. Előadó Baranyi Sándor polgármester. Megkérdezem a napi rendi pont előadóját, hogy az előterjesztés szóval ki kívánja elégészíteni. Köszönöm szépen, igen, kettő mondattal. Annyira térnék ki, bár benne volt egyébként a határozatban is, illetve az előterjesztésben is, hogy a személyi változás miatt is történt a módosítás, illetve kérték, és ugye az új előterjesztés az 2020. január 1-től lép életbe, december 31-ig, 2020. december 31-ig fog tartani, és amennyiben egyik fél részéről sem lesz módosító javaslat, akkor plusz további egy évvel fog meghosszabbodni. Ugye azt tudjátok, hogy ugye addig, amíg a Csengétyűs iskolában ugye volt könyvtárban volt az irodája, átkerült ide most az önkormányzat helyére, úgyhogy jelen pillanatban itt van az irodájuk. Úgyhogy ennyi a történet tulajdonképpen, hogy 2020. január 1-től 2020. december 31-ig szól, és ha nem változtat egyik fél sem, akkor plusz egy évvel meghosszabbodik a szerződés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megkérem a bizottság tagjait, hogy mondják el a véleményeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket ezzel kapcsolatban. A napi rendel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, az kész felnyújtással szavazza. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napi rendi pont. Ezt követően 6. napi rendi pont tárgyalását kezdeményezem.
Előterjesztés a képviselőtestület 2020 évre évi munkatervére. Előadó Barani Sándor polgármester. Megkérdezem a napi rendjükpont előadóját, hogy az előterjesztés szóban ki kívánja egészíteni. Köszönöm szépen, nem. Köszönöm szépen. Megkérem a bizottság tagjait, hogyha van esetleges kérdésük, a tegyék fel, ha hozzászólásuk van, azt is várjuk. Úgy látom, hogy nincsen. Mivel a napirendivel kapcsolatban további vélemény hozzászólás nem hangzott el, javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadást a határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, az kész felnyitással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 szavazattal elfogadásra került a napi rendjükont. Mivel a pénzügyi bizottság rendesülésén más napi rend hozzászólás javaslat vélemény nem hangzott el, köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.